Női vízilabda csapatunk a szombaton idegenben elért 10-10-es döntetlen után vasárnap 13-9-re legyőzte a Szentest, így bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Együttesünk sikerének értékét növeli, hogy a Ferencváros női pólócsapatának a 2017-18-as idény az első szezonja. Ez valamennyivel azért könnyebb volt olyan szempontból, azért sokkal jobban odafigyeltünk, mint tegnap, ugye egy tegnapi X után. Most már legalább a védekezés is nagyon jól működött, és előtt a támadásban is nagyon jól figyeltünk egymásra, és ennek ez lett az eredménye, ugye ez a több gólos győzelem. Kívülről úgy tűnt, hogy azért ezt végigirányítottuk ezt a mérkőzést. Igen, hál' Istennek. Ugye tegnap nagyon sokszor kiadtuk a kezünkből a mérkőzést, és inkább mi kapaszkodtunk az eredmény után, de mindig a Szentes vezetett. Ma hál' Istennek egy határozott előnyt szereztünk, amit végig tudtunk tartani. Igen, végigirányítottunk, de mondhatom azt, hogy Szentesen is az elején mi irányítottunk, aztán sajnos elvesztettük mi egy kicsit a fonalat, és utána tudtunk visszaállni, és ennek köszönhetően ugye a végén döntetlent játszottunk. Ma úgy gondolom, hogy ezt a koncentráltságot meg tudtuk tartani a négyeden keresztül. Hatalmas szenzáció, hogy bejutott első évbe egyből a négyben a női csapat. Azért ezt is ugye, az ember helyén kezeli, de úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és azt mutatja, hogy azért sok van ebbe a csapatba, ahol azért vannak idősebb játékosok, de nagyon sok fiatal játékos van, akik ma is nagyon jól helytáltak. Azt gondolom, hogy ez egyrészt történelem. Történelmet írtunk most a lányokkal, hogy bejutottunk a legjobb négy közé. Aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. De itt nem adjuk még föl, és van ennél tovább is. Szeretnénk döntőt játszani. Természetesen ugye nem mi vagyunk az esélyesei. Egyelőre megvárjuk a sorsolást, hogy kivel játszunk a döntőbe jutásért. De a csapat is olyan, hogy minden mérkőzésen nyerni szeretne, úgyhogy úgy gondolom, hogy bárkivel fogunk játszani, azért egy ilyen küzdelmes mérkőzést fogunk játszani. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.